Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi áll a szerelem tükrében? Így nevezem ezt a jóslást. És itt megnézzük, mit tükrözik ő nektek, vagy ti neki. Ez a felvétel egy személyes jóslás Szidília számára. Kedves Szidília, köszöntelek téged, ez a te videód, ez a te személyes videód, és megnézzük, hogy mi áll a szerelem tükrében. Természetesen mások, akik nézik ezt a felvételt, megrendelhetik ezt a jóslást, a díjam 3500 forint. És kezdeném is. Ezen az oldalon vannak a te képeid, ami a te életedet, gondolataidat, érzelmeidet tükrözi, és szemben áll ő, itt vannak az ő kártyái. Ez a három kártya itt középen mutatja a jelenlegi helyzetedet. Itt ezen a képen találkozásról van szó. Te szeretnél vele találkozni. A kardok itt jelentik a levegő elemét. Az utal a könnyelműségekre, és utal a kommunikációra is. Mivel ez a beszéd most nincs köztetek, így emiatt bezárultnak érzed magad. Ez az, ami téged belülről feszít, erre utal a 9-es szám, mert az bekerít bennünket, nem megy tovább, és pontosan ez jelenleg az érzésed vagy a gondolatod. Te szeretnél változásokat. Az nem kell, hogy nagy változás legyen, elégedett lennél kis változásokkal is, mégpedig most a nyár folyamán. De itt is megjelennek ezek a botok, amik szintén, mint egy kerítést mutatnak neked. Ezen kell átlépni, mert ha ez téged elszomorít, vagy azt gondolod, hogy ebből úgysem lesz semmi, akkor benne vagy ebben a labirintusban, és a lelked egy kiutat szeretne. És ez a bizalom. Most megnézzük az ő kártyáit, mégpedig az ő jelenlegi helyzetét. Azt mutatja itt ez a három kép. Ő szomorú és nagyon letört. Nem érzi jól magát. Miért? Mi az oka ennek a szomorúságnak? Mert ő nem szabad. Itt a kartok szintén a levegő elemét mutatják, de a kép, ahogy ül ebben a fotelben, ő nem érzi szabadnak magát, hanem nagyon letört és megviselt. Az okát megmutatja itt ez a kártya. Itt a kelyhek a víz elemével állnak összefüggésben, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Ő a jelenlegi helyzetben nem tudja az érzelmeit kimutatni, és emiatt ilyen letört. Miért nem tudja ezt kimutatni? Mert itt a háttérben van egy harmadik személy, egy másik hölgy. Ez a hölgy ott van még a háttérben, ő vissza is nyúl, de nem ezt a hölgyet öleli át, hanem téged ölel át gondolatban. És az álmait, a vágyait ez a kártya mutatja. Ő szeretne veled találkozni.
itt nem csak a testi kapcsolatról van szó, hanem arról is, hogy ő jól érzi veled magát, vagy mutatni akar téged a nyilvánosságnál, szeretne veled beszélni, szeretne veled egy romantikus estét vagy egy éjszakát eltölteni. Most visszatérek a te kártyáidra, és megtekintjük azt, hogy hogy gondolkoz el azon, hogy ő mit akar, milyen legyen a te gondolatod a jövőről, ezt mutatják itt ezek a kártyák. Az első egy betegségre utal. Én nem gondolom azt, hogy ő beteg, hanem az a környezet, vagy az, ahogy ő él, az betegíti őt. Mondhatnám lelki betegség. Neki szüksége van segítségre. Ez a második kártya mutatja azt, hogy ő mit szeretne. A kelyhek az érzelmekre vonatkoznak. A háttérben ez a ház egy közös otthont jelent, a biztonság érzetét, vagy szeretné ezt a kapcsolatot veled kialakítani, ezt megépíteni. Viszont nem tudja, hogy hogyan, mert ez a kártya jelenti azt, hogyha ő elhagyja ezt a hölgyet, aki itt látható is, akkor sok mindent elveszít. Elveszíti a biztonságát. Nincs talaj a lába alatt, hanem így minden lóg a levegőben, és ettől fél, mi lesz akkor a jövőben. Tehát az anyagiak miatt vannak ők együtt. Mik az ő gondolatai veled kapcsolatban? Ez a torony a feszültségekre utal. Itt keresni kell egy kiutat. Viszont ez a torony szimbolizálja a nagyságot is, és az azt mutatja, hogy ő feltekint rád, vagy vannak elvárásai, és szeretné, ha te tekintenél fel ő rá. A következő kép itt nagyon-nagyon érdekes, mert itt vagy a középpontban, és szeretnél ezektől a kötöttségektől megszabadulni, mert kell neked a levegő eleme, a szabadság érzete, te túl akarod tenni magát a korlátozásoktól. Ami érdekes, azt most megmutatom neked. Ő itt van, és figyel téged. Figyel téged, és te ezt nem is tudod, mert nem látod. Ez a lelkész mutat egy lelki kapcsolatot. Ez a szerelem az Isten hatása alatt áll. Vagy van köztetek ez a mély lelki kapcsolat. Most megnézzük a titkokat. A te titkaidat mutatják itt a képek. Ez lehet, hogy te eltitkolsz valamit, vagy még nem látod, hogy mi lesz a jövőben, tehát ez egy nagy titok. Ez a kehely mutatja a te érzelmeidet és az ő érzelmeid. Ti jó úton vagytok, de ez a híd arra utal, hogy még nem érkeztetek át oda, amit szeretnétek. Ez egy ilyen átmeneti állapot. A második kép ugyanazt jelenti, amit itt is láttunk, hogy ő figyel téged. Egész idő alatt figyel téged, te félre nézel, te nem is vagy ennek tudatában. És ez a kártya azt jelenti, itt kell, hogy tanulj valamit. Erősítsd a magabiztonságot, higgyél abban, hogy ő szeret téged, és azt is vett észre, hogy ő figyel téged, lehet, hogy a gondolataiban állsz a középpontban,
de amit látnod kellene, hogy te fontos vagy neki. És ez a lecke, a házi feladat, ez, amit tanulnod kell ebben a párkapcsolatban. És mik az ő titkai, vagy jelenti azt, hogy ő erről nem beszél, vagy jelenti azt, hogy ezt nem is tudja, mert ez még egy nagy titok. Itt a háttérben vannak hamisságok, hazugságok, csalások. Én úgy gondolom, hogy ezek a hazugságok erre a hölgyre vonatkoznak. Ez a kép itt jelenti a zárkózottságot, ugyanakkor jelenti a nyitottságot is. Mit vár ő el tőled, hogy te nyitott legyél ezekre az érzelmekre, erre a párkapcsolatra? És ez a kártya ugyanazt mutatja, mint ez a kép is, a nyitottságot. Legyél nyitott erre a párkapcsolatra. Ez a kártya itt jelenti a nőiességet is, és azt is, hogy várj rá, amíg ő hozzád közeledik. És ő fogja tudni azt, hogy mikor passzol ez az időpont, és tudtok találkozni. Jelenleg még vannak itt nehézségei, és a háttérben, ami egy nagy titok, itt a hazugságok, hamisságok láthatóak. Mi köt össze benneteket? Erre megadja a választ, itt ez a kártya. Itt a tűz eleméről van szó, és az mutatja a lelkesedést, a melegséget és a vágyakat is. A kép magáról beszél, mégpedig azt közli veled, hogy ő jön hozzád nagy-nagy lelkesedéssel. Az energiamező, ami köztetek most uralkodik, azt mutatni tudom számokban. Ez a hatos szám, ami a múltra utal. Ez lehet egy kármikus kapcsolat is, és az egyes szám, hogy ő lépéseket fog tenni, döntéseket hoz, mégpedig egyedül. Én most megkérdezném az ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? Ha az inga jobbra mozdul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra mozdul ki, az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Ha az inga megáll, akkor minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Szidília, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, és minden jót kívánok neked. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!